Lengyel Ferenccel beszélgetek a Paksi FC Ajka mérkőzés követően, amely 1-1-es döntetlennel zárult. Elég feszült hangulatú volt ez a meccs. Feszült hangulatú volt. Elsősorban a játékvezetés generálta. Igazából egy sportszerű, de borzasztó kemény meccs volt. Az Ajka, én úgy gondolom, jól felmért az erőket, és elsősorban az ütközésekre ment rá. És ezt a játékvezető abszolút tolerálta. Elég viccesnek tűnik, hogy egy sárga lap volt a mérkőzés, azt a Mantvai Tibi kapta a végén, amikor egy teljesen jogos 11-es nem adtak meg nekünk is szimulálásért, szóval én úgy gondolom, most ez a játékvezetés nem nőtt föl ehhez a színvonalhoz. Nem, mintha magas lett volna a színvonal, de úgy gondolom második fél időben nagyon fölé nőttünk az Ajkának, mind fizikálisan, mind minőségbe a játékba. Több gólhelyzetet kihagytunk, hogy önkritikusak is legyünk. Ilyen szempontból magunknak is köszönhetjük azt, hogy itt nem tudtuk begyűjteni 3 pontot. Ugyanakkor említetted az előzetesben, hogy ugye élcsapatnak tekinted az Ajkát. Innen nézve a döntetlen? Hát onnan nézve mindenképp értékesnek tekintetem, de ez a mai Ajka azért már nem az volt, mint tavaly. Ezt láttuk, mind összetételben is változott, mint pedig játék tudásban is, hogy így fogalmazzak. Úgyhogy azért a meccs után azért kicsit szomorúak vagyunk. Jó, de hát akkor lehet majd javítani idegenbe, ott is megy a játék, úgyhogy gondolom nagy gond nem lesz. Hát ami bizakodásra adok ott, és az öltöző beszontom a fiúknak a végén, hogy azért láthatóan előreléptünk sokat, és most már ilyen csapatok ellen is dominálni tudunk. Jó, hát sok sikert a folytatáshoz. Köszönjük!